Sziasztok, üdvözlök mindenkit a csatornámon, kipihenve. Fú, nem, egyébként ez most vettük fel az első részét ennek a videónak, ez a második. Kérdez, felelek az exatlonról. Vágjunk is bele. Nem félsz attól, hogy Oliver elfelejt? De, egyébként nagyon félek ettől. Tényleg? Aha, volt én olyan, amikor egy hónapig nem volt itt a nagymama meg nagypapa, és így láttam rajta, hogy... Nem? Én ezt már kérdeztem több embertől is amúgy sunyiba. És? Nem voltak olyan egyértelmű válaszok, hogy nem fog elfelejteni. Az biztos, hogy... De hülyeségem. Eddig nem nézett kijelzőt Oliver, meg semmi tévét. Most fog. És kötelező lesz este, minden este, vagy reggelente. Most annyira cuki volt, a tényekben ugye voltunk, és azt néztük, és... És megismerte, és mutogatott, úgyhogy nem fog elfelejteni. Képzeljétek el, begyakoroltatuk neki, tudja mondani, hogy hajrá. Mindes, hajrá. Hajrá, apa. Az apát, az még különben. Hajrá. És aztán apa. Félek ettől egyébként, de hát majd kiderül. Hát én attól félek, hogy keresni fog itthon. Egyébként, ha idősebb lenne, akkor biztos, hogy akkor nagyon hiányoznék neki. Most még ez ilyen, biztos, tehát nyilván tudja, hogy én vagyok, meg minden, de... Nem tudom. Lehet, hogy még pici hozzá, igen. Nem, abban reménykedek, hogy nem érzékeli ezt az időt. Aha, hogy de az idő hosszát. Igen, hogy mennyit telik el. Hát, semmikor nem jó elszakadni a családtól, szóval erre nyilván nincs jó időpont. Már csak nem is a babuci, hanem mondjuk az anyuka segítésében is. Mi ezt bevállaltak, az első körben már, az első kérdés sorozatban már mondtam. Meg azt beszéltük, hogy valószínűleg ez az utolsó ilyen lehetőség. Ilyen nagy kiruccanás. Ja, két gyerekkel már biztos nem, vagy ha anya terhes lenne. Úgy csinálsz, mint hogyha az lennék, de nem vagyok, nyugi. Vagy lehet? Nem. Majd Rami csatornáján kiderül. Mit gondolsz a csapattársaidról? Hát, megnéztem őket Instán, nekem szimpatikus mindenki, nagyon nem vagyok ilyen előítéletes, majd ott szeretnék dönteni arról, hogy milyenek. Szóval hát most így kép alapján túl sok mindent nem tudok mondani erről. Félsz már valamelyiktől? Nem. Nem félek én senkitől, már ezt is mondtam az első kérdés. Ha nem láttad az előző videót, akkor itt most pont meg tudod nézni. Köszi, Rami. Én se figyeltem, hogy szerint. Én majd ott szeretném megítélni őket az alapján, hogy amilyen emberek. Ráadásul a sport az egy annyira csodálatos dolog, hogy szerintem ott adja magát igazán az ember. Tehát vagy a sport és a játék ezen belül, tehát az ilyen... Hát ott megmutatkozik. Az ott megmutatkozik az ember személyisége. Szóval ki fog majd derülni. Nagyon kíváncsi vagyok rájuk. Az biztos, hogy sokan fiatalabbak nálam, de azt hiszem erről majd fogok beszélni később. Nem félsz, hogy nem fogod látni a családod? Erről is beszéltünk az elsőbe. Hát de, ettől félek a legjobban. Egyre jobban félek most így, másodjára feltéve a kérdés, hogy még rosszabb. Nem tudom elképzelni. Hát én sem. Nem tudom, mi lesz. Majd felnézek a csillagokra, és tudom, hogy egy másik földrészen te is látod őket. Megbeszéljük, hogy melyiket nézzük. Jó. Főleg, hogy köd van egy hónapja. Aj, Dani. Én meg hulla leszek, és nem is nézek csillagokat. Ez iszonyú hosszú idő lesz egyébként. Mire költenéd a főnyereményt? Ezt elmondtuk az interjúban. Telekre! Es, ásítgaz. Én ásítasz 10:30-kor. Gyermek. Szóval telekre. De amúgy már nem is tudom. Szeretnénk családi házba költözni majd egyszer. Miközben meg mégiscsak itt jó. Közben meg úgy itt is nagyon jó. Rájöttünk, hogy itt jó egyébként. Ja, így ahogy kimondtuk, meg visszanéztük magunkat, hogy szeretnénk elmenni, miközben itt rájöttünk. Nem is akarunk annyira elmenni. Csak egy kis zöld terület még jó lenne Holinak. De egyébként a kérdés, így a főnyeremény. Képzeljétek el, hogy egyáltalán nem érdekel a nyeremény. Ez nagyon hülyén fog hangozni. Én amikor jelentkeztem, sőt, most se tudnám megmondani, hogy tavaly mennyit nyertek a végén. Szóval inkább a győzelemre mennék. Most nem azért, mert hogy nem becsülöm meg a pénzt, meg ez nekem abszolút élményre menne. Én azt gondolom. Nem az fog motiválni a végén, hogy fúha, mekkora a nyeremény, hanem az, hogy titeket lássalak, és hogy büszkék legyetek rám. Ezt érzem most. Rami, hogy fog kibírni nélküled 5 hónapot? Szerintem sehogy. Ezt meg én sem tudom. Erre nem tudom a választ. Megint sírni fogsz. Mert az
Mindegyikben odaírom, hogy Rami sír. Akkor sokan megnézik. Most te, jaj, édesem, már megint sír. Nem szabad sírni. Most már nevet. Amúgy mérges rám mostanában, hogy megyek. Eddig olyan jó ötletnek tűnt. Amikor alá kellett írnom a szerződést, akkor telefonba bőgtünk mindketten. Hogy biztos? Meg aláírjam. Nem tudom. Én se tudom. De te tud. Nem tudom, te tud. Hülyeség volt jelentkezni, ugye? Nem, jó lesz ez. Miért kihívók és miért nem bajnokok? Egyébként vannak bajnokos eredményeim, de szerintem még kevés bajnoknak. Szóval a legjobb eredményem atlétikában 800 méteren ifiként országos harmadik hely, a kerékpár sportban pedig, hát igazából ott pedig megadnám, hogy szerintem volt ilyen időszak, amikor legjobb voltam, vagy legjobb kettőben voltam, de akkor ez meg még nem volt annyira elfogadott sport, ilyen tök rendszertelen, mert nem volt egy ilyen nagy szövetség, ahol rendszerezve lett volna, nem tudom. Úgyhogy nincsenek felegyezve az eredményei. Ja. Igazából, úgyhogy hiszi a piszi. Hiszi a piszi, hogy egyetlen csináltam bármit is. Az igazság az, hogy én büszkén megyek kihívóként. Szóval sportolókkal meccselni, hivatásos sportolókkal, akiknek nagy rész ez az életük, ebből élnek, vagy idáig ezt csináltak, szerintem az tökre nagy megtiszteltetés, és mivel én dolgozó ember vagyok, még a sportcsatornám is van, hát nem tudom abban, mit akartam kihozni. Mindegy, örülsz, hogy egyébként a bajnokokkal megméretteted ja. magadat, és ez egy plusz kihívás szerintem. Igen, igen, én nagyon tisztelem őket meg minden, és nagyon várom, hogy tényleg meccseljünk. Király lesz. Hogyha megsérülsz, Rami ki fog nyírni? Ha hülyeséget csinálsz, és úgy sérülsz, mert akkor biztos. Erre sok példa volt korábbi igen. életemben. Igen, igen. Egyébként nem, mert akkor az azt jelenti, hogy lehet, hogy jön haza. Amúgy, na itt akartam visszatérni, hogy sok fiatalabb van nálam, és szerintem erre rájöttek a rendezők is, hogy azért 5 hónapnyi sportolás, azt a fiatal szervezet jobban bírja. Tehát, hogy azért az kemény. Tehát, hogy minden nap ezt nyomni, azért ezt nem tudja mindenki, és aki kicsit idősebb már, meg... Tehát idősebben könnyebben sérül az ember, ennyi, túlbeszéltem. Szeretsz csapatban dolgozni? Há! Én nagyon szeretek csapatban dolgozni. Nem nagyon volt példa itt mostanában, de ami régebben kézilabdáztam, amikor így a suliba... Szeretem csapatot összeboronálni, még 2 foci meccset szeretek irányítani, röplabdában is általában ilyen központi szeretek ember szoktam lenni. Hop-hop. Na, már jönnek ki ezek, ajaj. Ja, egyébként tényleg szeretem ezt, úgyhogy... Átlátod a dolgokat, ugye, Dani? Nem. Majd aki átlátja, majd azután megmondja, hogy ki irányít. Nem szeretnék ilyen, nem akarom soha ráerőszakolni senkire az igazamat, vagy bármilyen meglátásomat. Ha esetleg működik, és emiatt másnak szimpatikus, de ez ugyanez nálam, hogyha valaki jó ötleteket mond, és az mindig bejön, akkor én rá fogok hallgatni. Ez majd kialakul. Mennyit és hogy készülsz az exatlonra? Sokat, napi 2-ször is edzettem, szerintem minden nap így már egy jó pár hónapja. Rengeteget futok, rengeteg ügyességi dolgot csinálok, dobálgatok, mindenféle ilyesmi. Az elején hosszabb távokat futottam, az ebben a hónapban már inkább gyorsulok rövideket, lépcsőzök, sima ilyen ja, sprinteket, szögdelések. Saját és súlyos edzések, hűtások. Igen. Én vagyok az egy. Az biztos. És hát a sportolás mellett nagyon fontos a táplálkozás, erre is fokozottan odafigyelek, tehát anélkül nincsen. De hát erre... Tényleg, úgy nagyon fegyelmezett, meglepően. Köszönöm. Beszélhettek telefonon? Azt képzeljétek el, hogyha Dani elindul ki, onnantól kezdve mi nem fogunk beszélni. Meg nem lát, meg semmi. Tehát azért ez egy 80-90%-ban sportműsor, de 10% azért ilyen reality. Tehát a reggelek is, az esték is, és a realitynek az egy, tehát hogyha kapnánk megerősítést itthon, hogy mit, hogy csinálunk, akkor nem adnánk teljesen önmagunkat. Gondolom ez a pszichológiája az egésznek. Meg egy kicsit azért így, nem azt mondom, hogy őrülj meg, de így jön ki az igazi éned szerintem. Hát meg esetleg technikába, taktikába segíthetünk itthonról, ja, gondolom. Igen, ez igen. Egy kívülről sokkal könnyebben látja. Amikor az ember benne van, tőle kicsit félek is, hogy bent milyen lesz. Hát... Pedig esküszöm, nem beszélnék
Az exakt. Hát ezt így szerintem nem fogod végigvinni. Úgyhogy nem fogunk tudni beszélni sehol. Lesz olyan, amikor nyerhetünk ilyen telefonnyívást. Most hát tavaly volt ilyen, hát ott oda fogom tenni magam. De ha a többiek nem. De az is olyan, hogy mindenki látja, hogy mit beszélünk, az megint nem. Nem érdekel, fogom. Csak halljam a hangotokat. Így állunk most. Köszi, hogy végignézted a videót. Plusz kérdés, én felteszem magunknak. Szerintetek kinek lesz rosszabb és nehezebb? Írjátok le kommentbe. Daninak, vagy nekem? Vagy Olivernek írjátok. Ezt azt gondoltam, hogy mi válaszoljuk meg. Szavazzál, hogy kinek. Ez nagy döntés lesz, ne várjál. Nekem. De miért? Miért? Ez a világ legidiótabb szavazása. Akkor most szavazzunk. Szerintem nekem. Eredményhirdetés következik. Mindig annak rosszabb, aki itthon marad. Igen? Uh-huh. Nem, mert annak ti nézhettek, de ti láttok engem. Az tök más. Én nem látlak titeket. Borzasztó lesz. Képzeld már el. De itt hagysz egy. Nem látom Olivért. Tehát se Olivért, se téged. Jó, ez egy nyomós Olivkát nem látod. Fú, nagyon kemény lesz. Jó, de neked ott annyi dolgod lesz, hogy úgy el fog szaladni az idő. Izgulni fogsz, pörögni fogsz, újdonságok, oda kell tenni magad, arra kell koncentrálni, neked eltelik az idő. Nekünk meg indul az év, és az év elejét tudod mindig olyan nehézkes, annyira utálom a január februárt egyébként. Na jó, én elfáradtam. Nagyon szépen köszi, hogy megnéztétek ezt a videót. A TV képernyője mögött majd találkozunk, illetve Rami csatornáján, meg majd Raminál mindenről kaptok mindig pontos infót. Nem lesz több ilyen beszélős videót hozzájuk? Lehet, hogy nem. Csak jövőre. Soká. Ú, de durva. Nagyon durva. Ez is de durva. Atyai. Nem foghatsz kütyüket. Vagyek én ezt egy kicsit irigylem, hogy... Full függő vagyok egyébként fogsz, telefon. Nem fogsz ezen instázni, meg... Zozó azt mondta, hogy ez hamar elfelejted, és tök jó lesz. Nem kell dolgoznod. Végig dolgozok egész nap. Na jól van, ez itt mindjárt itt. Sziasztok. Nem tudom lenyomni, mert hiányozni fognak. Olyan furcsa, hogy a kamerám nem lehet majd ott. Na, nem már. Ám te kameránk. A közös kameránk, a közös pénzünkből, a közös életünkből. Kamerám, sziasztok. Megjövőlek.